Oké, a Theta Healingben nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepet kap, hogy hogyan tudunk leásni egy-egy gyökér problémáig. Hogyha valami itt és most nem úgy alakul, ahogy szeretném, de mindig az a kérdés, hogy hogy érint ez engem. Tehát ez a modul vagy technika azoknak szól, akik felvállalják azt a felelősséget, hogy én teremtem a valóságomat, nem pedig más. Nem vagyok a környezetem áldozata, nem vagyok senki áldozata, nem kell feláldoznom magam semmiért, mert az univerzumban egyensúly van, azért, mert én ezt nem veszem észre, az nem jelenti azt, hogy ez nem így történik. Másik pedig az, hogyha képes vagyok megnézni, hogy hogy érint engem valami, amit nem igazán szeretnék látni az életemben, akkor van lehetőségem, megtaláljam a gyökerét magamban, megcseréljem, és gyakorlatilag megváltozik az életem, akár abban a pillanatban. Tehát ez annyira gyors, hogy akár abban a pillanatban. Oké. Na most, két dolog történhet a tétával. Az egyik, hogy a szituáció, vagy a helyzetem, vagy az állapotom vagy csodálatos módon megváltozik, vagy eltűnik. Tehát csodálatos módon megváltozik jó értelemben, varázslatosan, jóra fordul, vagy egyszerűen eltűnik az életemből úgy, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy úgy tűnik el, hogy nem marad negatív felhangja sem bennem, sem a helyzet iránt, akár személy, akár helyzet, akár körülmény, nem marad bennem semmilyen negatívum a helyzet iránt, oké? Okay? Tehát, hogyan ássunk le a gyökér problémához? Mondjuk dolognak, hogy érint engem, hogy azt gondolom, azokat az embereket vonzom be, akik szerint nem úgy kéne csinálni, ahogy én csinálom, és szinte egyenesen bűnpénzt kérni a szolgáltatásokért. Na most mi a helyzet? Elkezdek ásni. Megnézem, hogy érint ez engem. Hát elkezd idegesíteni. Mi van az idegesség mögött? Nézzük. Mondjuk azt gondolom, hogy felidegesítenek azok az emberek, akik szerint ezt ingyen kell csinálni. Miért gondolom azt, hogy ezt ingyen kell csinálni? Miért gondolom azt, hogy ez idegesítő? Mert úgy gondolom, hogy aki azt képzeli, hogy ez ingyenes legyen, az nem becsüli meg azt, amit én tudok nyújtani. Oké, milyen érzés, hogy nem becsülik meg, amit én tudok nyújtani? Mondjuk ez már nem is harag, hanem egy fájdalomérzet. És hol milyen érzés a fájdalom? Mi van mögötte? Hogyan érint ez engem? Hát fájdalmas, mert rájöttem, hogy nem is nézem ki magamból, hogy meg tudom csinálni. Amit egyébként tudok logikai aggyal, tudom, hogy meg tudok csinálni, de hirtelen, ha a szívembe nézek, megnézem, hogy milyen érzés, hogy érint engem, amiről eddig beszéltem, akkor azt mondhatom, hogy nem is hiszem el azt, hogy én erre képes vagyok. Hoppá! Nem hiszem el azt, hogy képes vagyok valamire, amit már egyébként is csinálok, egyébként is jól működik, de valahol egy kis hang, itt a tudatalatti 80-90%-ában azt mondatja veled, hogy fú, figyelj már, ezt nem is biztos, hogy te ezt meg tudod csinálni. Na most, milyen érzés, hogy nem is biztos, hogy meg tudom ezt csinálni? Olyan bizonytalan vagyok. Milyen érzés a bizonytalanság? Menjek bele a bizonytalanságban. Nincs dráma, nincs sztori. Nem érdekes, hogy ki mit mondott nekem az összegekről, a tanfolyamokról, a képességeimről. Milyen érzés a bizonytalanság? Mindig azt kérdezzük, hogy érint ez engem? Milyen érzés a bizonytalanság? Bizonytalanság, belemegyek az érzésbe, félelmetes. Mitől félek? Hogy nem tudom megcsinálni. Mit nem tudok megcsinálni? Milyen érzés, hogy nem tudom megcsinálni? Milyen érzés ez? Hogy érint ez engem? Úristen, nem számítok. Megnézem, nem számítok? Van-e még mögött valami? Miért nem számítok? Milyen érzés, hogy nem számítok? Hirtelen azt mondom, hogy hopp, nem, nincs tovább. Ez a mélyen érintő dolog, ez az, amikor hirtelen megrökönyödök, amikor hirtelen szíven üt az érzés, hogy nem számítok. Meg tudom tesztelni. Ugye nézzük az izomtesztelést, mondjuk így. Igen, nem. Számítok, nem. Oké, mondjuk megnézem. A gyökér probléma az, hogy nem számítok. Igen, hopp, ez a gyökér probléma. Megnézem, oké, nem számítok. Mikor éreztem ezt először? Honnan tudjam?
nem is ez az érdekes, hogy honnan tudom már, vagy nem, hanem az, hogy belemegyek az érzésbe, nem számítok érzés, nincs dráma, nincs sírás, nincs kiborulás, milyen érzés, hogy nem számítok. Mi ugrik be először? Ping, és a tudatalatti behozza, hogy 6 évesen általános iskolába kerültem, ott hagytak, a szüleim nyilván ez az élet rendje, a tanárok nyilván a másik 38 gyerekkel foglalkoztak, az ismeretlen volt minden, ismeretlen volt a környezet, ismeretlen volt a helyzet, a szituáció, nem voltak barátaim, ott lettem hagyva, nem számítok, ez volt az, ami szíven ütött. Hirtelen látom magam, kisiskolásként, ott állok egyedül az iskolaudvaron, és senkit nem érdeklek, nem számítok. Hopp, megvan a gyökér probléma. Oké? Okay? Semmi köze nincs ahhoz, hogy az emberek ki akarják-e fizetni a kurzusaimért a tandíjat, vagy sem. Semmi köze nincs ahhoz, hogy az emberek szerint egy spirituális gyógyításnak ingyen kell lennie, vagy nem. Tehát kisiskolás, 6 éves, ott áll az iskola udvaron, és nem számít senkinek, hopp. Megengedi a kliens, vagy én magam, hát magamon dolgozom nyilván, tehát megengedem, hogy ezt az önszabotáló mintát elengedjem? Igen. Oké? Okay? Megtanítom magam, visszamegyek abba az időbe, ahol ez történt, vizualizálom, visszamegyek, látom magam, küldök, mit csinálok? Először feltétel nélkül szeretetet küldök magamra, vagy a kliensre, hiszen a szeretet teréből dolgozunk, oké? Okay? Tehát tétában vagyok, hozzákapcsolódom a kreatív erőhöz, a tiszta szándékhoz, a feltétel nélküli szeretet teréhez, vagy az univerzumhoz, vagy Istenhez, ahogy akarom mondani, oké? Okay? Hozzákapcsolódok, visszamegyek az időben, és megtanítom annak a kislánynak, aki én voltam, mondjuk most a példa kedvéért, milyen érzés anélkül élni, hogy nem számítok abban a szituációban specifikusan. Oké? Okay? Elengedjük, és megtanítjuk neki, hogy biztonságban van, tehát megtanítom magamnak, hogy biztonságban vagyok, hogy fontos vagyok, és hogy számítok. Oké? Okay? Ha úgy érzem intuícióból, hogy még kell hozzá valami, akkor letölthetek önszeretetet, önbecsülést, elengedhetek félelmeket, ami jön, oké? Okay? Tudni fogom, mert tétában vagyok. Tétában nem ugyanúgy gondolkozom, mint bétában. Bétában az elmém mondja, hogy mit kell mondani. Tétában az univerzum legmagasabb energiájával vagyok összekapcsolódva. Oké? Okay? És pontosan tudom, hogy melyik programot kell, hogy megkapjam ahhoz, hogy ez a kezelés, vagy ez a konzultáció, vagy ez a gyógyítás, akárhogy mondom, ez tökéletes legyen. Oké? Okay? Megkapom, összeintegrálom, tehát kiegyensúlyozom saját magamat, mondjuk a példám kedvéért, oké? Okay? És megnézem, hogy érint engem, hogy az emberek nem akarnak fizetni a konzultációért, vagy a spirituális szolgáltatásaimért, vagy akármi az, és így végig gondolom, ha mondjuk klienssel dolgozunk, az elején megkérdezzük, hogy 10-es skálán hogy érinti őt a trauma, és a gyökér probléma a lecserélése után hogy érinti, a legtöbb esetben oké, okay, rendben van. Milyen érzés, hogy nem akarnak fizetni? Rendben van, az ő választásuk. Az, aki megbecsül, ha én megbecsülöm magam, oké? Okay? Ha én tisztán szeretem, megbecsülöm magam, akkor megengedem magamnak, hogy megtaláljam azokat az embereket, illetve ők megtaláljanak engem, akik becsülik azt, tisztelik azt, és képesek megengedni maguknak azt a változást, amit létre akarnak hozni, az én segítségemmel. Tehát pontosan az fog hozzám jönni, akinek arra van szüksége, amit én tudok, és pontosan az fogom bevonzani, akinek én tudom átadni a legjobb utomódon, amit én tudok. Tehát mindig mindenki a legjobb helyen van. Oké? Okay? Senki nem véletlenül megy valahova, senki nem véletlenül vesz részt egy kurzuson, egy gyógyításon, senki nem találkozik véletlenül egy-egy emberre, mindig mindenkinek a legjobb szerint történik az élete. Innentől kezdve azt kell tudni, hogy ugye van ez a mondás, amit szeretek mondani, hogy Isten azt hozza be nekünk az életünkbe, amire szükségünk van. Ha tudjuk, hogy mire van szükségünk, akkor azt fogja behozni, amit szeretnénk látni az életünkben. Oké, okay? És ahhoz, hogy az legyen az életünkben, amit szeretünk látni, ahhoz az kell, hogy ezt a tudatalatti 80-90%-ot elkezdjük megismerni, kiásni a traumákat, lecserélni, és megváltozik az életünk itt és most. Tehát nem a múlton kesergünk, nem a jövőt próbáljuk megítélni, hanem hogy Eckhart-tól lemondja, légy egy a mosogatással például, egyek leszünk azzal, amit csinálunk, egyek leszünk saját magunkkal,
és a tudatunkat, a figyelmünket, a fókuszunkat, a képességünket, az erőnket, nem azzal fogjuk tölteni, hogy a más mit gondol, hogy mi történik a világ túloldalán, hanem az, hogy itt én hogy vagyok, hogy érint ez engem, most itt és most egy teljes egészem jelen van, tehát jelen vagyok, tehát vagyok, a van teréből dolgozom, a van terében tartózkodom, a van, ami a feltétel nélkül szeretett tere, vagy a hála tere, és onnantól teremtek úgy, hogy az akkor mindenki jól jár, tehát még egyszer nyertes-nyertes pozíciót hozok létre.